Köszöntöm nézőinket! Önök a Zirci Zóna adását látják, melyben elsőként összefoglalót láthatnak a Magyar Kultúra napján megrendezett ünnepi estről. Önkormányzati rovatunkban ismertetjük az Elmesélem Neked című történetírói pályázat felhívását, a január 28-ai képviselőtestületi ülés napirendi pontjait, a Polheimben megrendezendő művészeti kiállítás felhívását, valamint közzétesszük a vízóra állások leolvasásának időpontjait. Interjút láthatnak Hajba Zsolt rendőrös parancsnokkal és Simon Balázs zászlóssal, akik segítettek minél előbb kórházba érni egy vajúdó kismamának a múlt heti kaotikus közlekedési viszonyok között. A 3. Béla gimnázium adott otthont a központi felvételi vizsgát író 8-os osztályosoknak. Az eredményekről Berkes Lajos, szakmai igazgató helyettes számol be, Balázs Négy Györeg Zsuzsanna, igazgató pedig a pénteki adásunkkal egy időben zajló Béla Bárról ad tájékoztatást. Kulturális rovatunkban farsangi program ajánlóval jelentkezünk. Bepillantunk a Művelődési Házban szervezett játszóházba, amely az állarckészítésen kívül a Vince naphoz is kapcsolódott. Felhívjuk nézőink figyelmét a 3. Zirci Farsangoló Bálra, a Városi Könyvtárban megtalálható új folyóiratokra. Megtudhatják azt is, hogy mit jelent a hónap olvasója, és hogy hamarosan szombati nyitvatartással is várja olvasóit a könyvtár. Jövő csütörtökig még érdemes betérni az intézménybe, ahol az Zirci Városi Vegyeskórus kiállításának megtekintése mellett a hóolvasó pályázatra is jelentkezhetnek az olvasni szerető gyerekek. Ismertetjük a kéthetes hetes játék eheti feladványát, majd sporthíreket követő magazinműsorunkban, a Magyar Kultúra napján készült részletes összefoglalónkat követően nézőink kérésére ismét archívumunkból válogatunk. Az időpont ezúttal is 1993, a téma gyermekdivat bemutató. Jó szórakozást kívánunk! Thank you.